Barabás Riárdról a Párbeszéd zöldek társelnökével és Nemel Aslak Újbuda alpolgármesterével beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget. Tényleg bedarálja a DK a Párbeszédet? Nem, egyáltalán nem. Szó sincs ilyesmiről. Miért nincs ez? Egy hármas szövetséget kötött három párt, a Párbeszéd zöldek, a Demokratikus Koalíció és az MSZP. Azért, hogy hosszú távú szociáldemokrata és zöld alternatívát adjon ennek az országnak. Nagyon sok mindennel kísérletezett az ellenzék az elmúlt években. Ezek közül volt, ami működött, volt, ami nem. De azzal, hogy egy tudatos, hiteles együttműködést építsen fel hosszú távon, az egy novum, ha úgy tetszik. Egyébként én erről már írtam, cikkeztem egy fél éve, 9 hónapja, egy viszonylag hosszabb véleménycikkben az Indexen, ahol leírtam, hogy szerintem hosszú távon egy ilyen progresszív demokrata pártszövetségre lenne szükség, ami egyfelől megőrzi a pártok valamekkora függetlenségét, de összehangolja a szakmai munkát, a policy fejlesztést, a kampányelőkészületeket, a vitás kérdéseket meg esetleg előválasztással dönti el. Szóval, hogy szerintem ez egy olyan hosszú távú és bizalomépítő gesztus, ami azt is feltételezi, vagy azt üzeni a választóknak, hogy készen állunk az együttműködésre, mert azért lássuk be, az, hogy a pártok összeállnak választás előtt másfél hónappal, azt mondják, hogy készen állunk a kormányzásra, majd utána a választás éjszakáján egy vereség után szétesnek, az nem erősíti, nem építi a hitelesség látszatát, sőt inkább rombolja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, hosszú távú lépés. Ahova egyébként természetesen örömmel vennénk, hogyha például a Momentum is csatlakozna. Na majd a Momentumra kitérünk, de miből gondolják, hogy ez a konstrukció lesz sikeres? Vagy bár annyit kipróbáltak már, hogy most már ezt is kipróbáljuk, nincs olyan sok esztenivaló? Jó, erre három válaszom van. Van egy hétköznapi életből, van egy ilyen politikai, és van egy statisztikai. Kezdem az elsővel. Én, aki Újbudán dolgozom most már több mint 5 éve, egyébként koalíció tagjaként, azt tanultam nagyon erősen meg, hogy ez, hogy pontosan a köztársaságpárti erők ki milyen pártból jönnek, ez nyilván fontos, mert picit máshogy látjuk a világot, más a szervezeti kultúránk, tehát vannak különbségek, de amikor végső soron meg kell azt oldani, hogy pont itt mögöttünk mondjuk a Törőcsik Marinak legyen egy emlékhelye, vagy egy emlékműve, vagy amikor arról kell beszélgetnünk, hogy hol legyenek a szemetesek, vagy hogy hogyan nézzen ki mondjuk a Bartók Fest, akkor közösen fogunk dolgozni, tehát közös célért, és ezek a különbségek sokkal kevésbé jelennek meg a napi munka során. Tehát azt gondolom, hogy aki az önkormányzatban dolgozik, megtanulja ezt az együttműködést, és nem annyira a pártrendeket figyeli, hanem az embereket és a teljesítményt. Tehát ez az első. És ebből következik az is, hogyha én például itt Újbudán arról beszélnék az embereknek, hogy már pedig mi azért fogunk külön indulni, mert és azért nem támogatjuk esetleg László Imrét, most ezt csak hipotetikusan mondom, pontosan hangsúlyoznom, hiszen egy csapatban dolgozunk szerencsére, mert nekem van valami párt érdekem, és én 1%-ban más mondok, mint a többiek, akkor engem lenyakaznának, mert azt mondanák, hogy nem az újbudaiak érdekét nézem. A második állításom az az, erről az együttműködésről, hogy megmértük, tehát statisztikailag a kutatásaink és valamennyi kutatás azt igazolja, hogy pusztán az, hogy ezek a köztársaságpárti erők összeállnak, és egy hosszú távú alternatívát nyújtanak, az bizony nem csak, hogy maximalizálja a szavazatokat, mert kizárja a töredék szavazatok, az elvesztett szavazatoknak a lehetőségét, hanem mozgósítja is az embereket. Harmadrészt pedig, és akkor ez a harmadik, azért azt gondolom, hogy Dobrev Klára és Karácsony Gergely közös munkája az egy nagyon erős és új állítás. Korábban azért ők nagyon sokat versengtek egymással, tehát az az üzenet, hogy itt képesek, és azért hadd mondjuk el, hogy jelenleg a legnépszerűbb politikusokról, meg ellenzéki politikusokról beszélünk, képesek félretenni a nézeteltéréseiket azért, hogy közösen dolgozzanak ezért az országért, az szerintem egy nagyon erős üzenet a választóknak, úgyhogy én ezért ez az a három dolog, amire alapoznám az érvelésem. De miben más ez az összefogás? Mert hát annyiszor elhangzott pár, hogy az összefogás az már úgy önmagában senkit sem érdekel, vagy hogy összefogás az már volt, pár ez most miben más, mint a korábbi? A hosszú távúságában az, hogy 2026-ig szól ez a megállapodás, és hogy ezek a pártok... Is lehet azért lépni, meg ott is lehet hagyni azért. Hát, természetesen mindig létezik ilyen opció logikailag, na de ha azt gondoljuk, hogy közösen... Hadd lépjek egyet távolabb. Az nagyon fontos, hogy egy progresszív ajánlatot adjunk ennek az országnak, hogy azt fel tudjuk mutatni, hogy létezik más alternatíva is az Orbán kormánnyal szemben. Az elmúlt évek azért azt bizonyították, most elmúlt 14 évre gondolok, hogy az ad hoc-szerűen választási szövetségre összeálló pártok nem biztos, hogy
tudják ezt az alternatívát kínálni. Tehát ez az újdonság benne, hogy itt egy összehangolt építkezés és egy összehangolt alternatíva építés kezdődik most, amely 2026-ig szól. Nyilván ennek vannak most nagyon operatív megállapodási részei is a mostani választásra, ami összehangolja a pártok közötti együttműködést, de végső soron azt gondolom, hogy ez a valódi cél, hiszen az országunk egy nagyon súlyos gazdasági és talán még súlyosabb morális válságban van. Pontosabban nem is a hazánk, hanem a magyar kormány, az Orbán kormány. És nem elég azt gondolom azt mondani, hogy itt egy borzalmas válság alakult ki, mert ez még nem egy állítás. Nem mutatja meg azt, hogy mi az a másik Magyarország, amit szeretnénk, ezt fel kell építeni. Márpedig erre nagy szükség van, nem tudom, hogy fogunk-e például a nemzetközi kitekintésekről beszélni, de azért az a helyzet, hogy ma Magyarország előtt két borzalmas út áll. Az egyik út az, hogy lepaktálunk a keleti diktatúrákkal, mint például Oroszországgal. Ez már megtörtént szerintem. Ez igaz, de azért mégiscsak a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk. Én egyébként ettől nem annyira félek, attól viszont igen, hogy ugyan a nyugati szövetség részei maradunk formálisan, de még a mostaninál is jobban elszigetelődünk, eljelentéktelenedünk, ami ugye azt jelenti, hogy csökken az ország érdekérvényesítő képessége. Na most ahhoz, hogy fel tudjuk mutatni a másik, a jó alternatívát, azt, hogy Magyarország a nyugati és az európai szövetségi rendszer erős, hangos, a magyarok érdekeit képviselni tudó része legyen, ahhoz először belül kell egy alternatívát, egy ilyen szociáldemokrata, zöld és progresszív alternatívát ajánlanunk. Ha ez nem a Párbeszéd bedarálás, és most beszélhetnénk az MSZP-ről is, de ha ez nem a Párbeszéd bedarálása, hogy tudják úgy megőrizni az identitásukat, hogy mondjuk 2026-ban is azt tudják mondani, hogy létezik Párbeszéd, és ez a Párbeszéd, aha, és nem a DK. Szerintem ez egy nagyon fontos pártstratégiai és marketing kérdés egyszerre, és egy picit külön is választanám a kettőre adott válaszomat. Illetve van itt egy rövid távú és egy hosszú távú kérdés is. A rövid távú kérdés most ebben ezen a választáson nyilván az, hogy a lehető leginkább összehangoljuk ezeket a kampányokat, és azt tudjuk mondani, hogy gyertek mindenki közösen azért, hogy valódi alternatívát nyújtsunk ennek az országnak. A hosszabb távú kérdésben pedig azt gondolom, hogy a Párbeszéd zöldek szerepe az, hogy a lehető legprogresszívebb, innovatívabb és zöldebb megoldásokat nyújtsa ennek a pártszövetségnek. Hát a mi dolgunk az, hogy tulajdonképpen, ha úgy tetszik, előre menjünk, vagy előre szaladjunk, nyilván egyeztetett, vagy a többiekkel megbeszélt formában, és mi legyünk az a szereplő, aki a folyamatos innovációt, most elsősorban politikai, szakpolitikai innovációkra gondolok, képes ebbe a szövetségbe behúzni. Persze ez nem egyedül az én döntésem a pártársernökeként, ez egy közös stratégiai beszélgetés lesz majd a választás után a teljes tagsággal, a delegátjainkkal, a politikai vezetőinkkel, de én ezt fogom valószínűleg nekik javasolni, és ezt fogom szerintem a szövetségben belül is képviselni. Mondaná egy pár példát arra, hogy mit jelentenek ezek a leginnovatívabb és legzöldebb megoldások? Természetesen például innovatív megoldás, ami a Párbeszéd programjában régóta szerepel, az az alapjövedelem, mi ezt folyamatosan képviseljük, de ugyanilyen erős, azt gondolom most, amiben ismét nagyon erősen beálltunk, mondjuk a melegjogi kérdéseknek a markáns és aktív képviselete, amelyre a többiek bár ugyan támogatóak, de ennyire proaktívan nem álltak bele ezek. Hát engedik önöknek ezekben a terepet, mondjuk úgy tetszik? Vagy a kezdeményezés? Nyilván ebben van, nem volt ez, mi ezt elkezdtük csinálni, ennek ugye nyilván van egy nagyon pragmatikus része, az, hogy én lettem az egyetlen ellenzéki meleg pártvezető, tehát azt gondolom, nyíltan meleg pártvezető, ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos felelősséget is, tesztán felelősséget és lehetőséget is egyben, hogy ezeket a témákat képviseljük. Ezért adtunk be például egy szivárványcsomagot a Magyarországgyűlésbe. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek ne értenének ezzel együtt, hiszen pont ez az a téma, amelyben létezik egy ilyen parlamenti csoport a pártok között, akik összehangolják a szakpolitikai munkájukat. Tehát ez például egy remek példa arra, hogy hogyan lehet úgy intézményesítetten együtt dolgozni, hogy közben mindenki megőrzi a függetlenségét is. De mondok még egyet, hogy a zöld kérdéseket se felejtsük. Mi vagyunk azok, akik mondjuk a legharciasabban küzdünk, azt gondolom, az akkumulátorgyárakkal szemben, és mi vagyunk azok is, akik nem csak valami ellen küzdenek, ezekben a zöld policy kérdésekben, hanem azt is mondjuk, hogy az ország számára nagyon fontos lenne, hogy behúzzunk Európai Uniós forrásokat, amelyeket után épületszigetelési és energiahatékonysági programokra költünk. Miért? Azért, mert a legjobb energia és a legolcsóbb energia, amit meg sem termelünk, már pedig a magyar épületállomány kifejezetten rossz állapotban van ilyen szempontból. Másodszorban pedig ez úgy tudja pörgetni a gazdaságot, hogy nem
centralizált, tehát nem néhány nagy cég részesül ezekből a jövedelmekből, vagy ezekből a munkákból, hanem eloszlik az egész országban, tehát van egy gazdaságélénkítő hatása is. Egyszerre energiát spórolunk, egyszerre csökkentjük a rezsit, és egyszerre pörgetjük a gazdaságot. Én szerintem ez például elég innovatív. Mivel tudták meggyőzni ezt a két pártot, vagy a DK-t? Nem tudom, kit kellett ebbe meggyőzni, hogy önöket is vegyék bele, vagy önök ugye mit tudnak bevinni ebbe az együttműködésbe, bár szavazót nem igazán, mert hát önök finoman szólva az a tömegpárt, mert önöket sosem érték 2% fel. De bocsánat, ezt azért szeretném pontosítani, a Párbeszéd zöldek a budapesti méréseink alapján 7-8%-on van a fővárosban. Az ország tekintetében. Értem, az ország egészében, ezeket. Az ország egészét tekintve van, valóban nem mi vagyunk a legerősebb párt, de az szerintem egy pártfejlődésnek természetes útja, hogy először ott erősödik meg, ahol a legaktívabb tevékenységet tudja kifejteni. Ez pedig a mi esetünkben nyilván éppen Budapest. Csak 10 év alatt se sikerült kimondottabban országos szintre fejleszteni. Én azt gondolom, hogy egyfelől nagyon nehezített pályán mozgunk, másfelől itt vagyunk és fejlődünk. Tehát lehet, hogy az az elvárás, hogy az ember törjön át egyik pillanatról a másikra és hirtelen oldódjon meg, de azt gondolom, hogy a politikai építkezés, a bizalom, a bizonyításnak a lehetősége az évek is. Hát ebben az esetben úgy látszik, hogy akár évtized munkája is lehet, de azért hadd mondjam el, hogy vannak Soprontól nekünk miskolci csapataink, és vannak olyan vidéki, akár északi, észak-magyarországi, mondjuk nógrádi városok, ahol a Párbeszéd zöldek csapatai a legerősebbek. Szóval azért, amikor arról beszélgetünk, hogy vidék, azért ezt se így általánosítsuk, mert a vidéki városokban, még egyszer mondom, Soprontól Miskolcig, nagyon erős csapatokkal vagyunk jelen. Na, ha már említettem a Momentumot, ők egy szóval le tudták az önök együttműködését, ó, baloldal. Tényleg ennyire egyszerű lenne a helyzet? Hát ezt én nagyon kedvelem a Momentumos barátainkat, de azért erre mindig azt kell válaszolnom, hogy ez azért hiteltelen ez a mondás, hogy ó, baloldal, mert szeretném felhívni a Momentum vezetőségének figyelmét, hogy együtt dolgozunk az önkormányzatokban. Lesz 5 darab szavazólap a budapesti választók előtt június 9-én. Helyi önkormányzati képviselő, polgármester, fővárosi lista, főpolgármester és EP választás. Na, ebből az 5-ből jó eséllyel 3-ban biztos, hogy ugyanazok a logók szerepelnek majd a jelöltek mellett, ahol ott lesz a Momentum is. Karácsony Gergő esetében pedig, bár hivatalosan nem fogják jelölni a mostani állás szerint, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, de támogatják politikailag. Szóval nekem nagyon furcsa ezt mondani, hogy ó, baloldal az, akivel 5 éve együtt vezetjük a városainkat. Hát bocsánat, itt a kerületben és Újbudán is vannak Momentumosok, DK-sok, a polgármestere is vannak a Momentumnak ugyanúgy, és ugyanúgy ez igaz Soproni Tamásra is, akit pedig támogat a DK-t. Tehát nekem nagyon furcsa, amikor így nagyon pár brandekben gondolkozunk, és nem a valóságban, ahol az embereink, a politikusaink nap mint nap dolgoznak, és a választókért tesznek. Na de hát, hogyha ilyen szintű az együttműködés, akkor mondjuk miért nem velük fogtak össze, vagy a Momentum miért nem kerülheted bele ebbe az együttműködésbe? Mi továbbra is nyitottan várjuk, hiszen ezt mondjuk kezdettől fogva Karácsony Gergővel, hogy a köztársaságpárti erőknek, akik képviselnek egy nagyon markánsan más világot, mint a Fidesz, és egyébként is együtt vezetik a városokat, a kerületeket immár 2019 óta, érdemes lenne erőteljesebben együttműködniük. A Momentum ebben a kérdésben nagyon nyitott persze a kerületi együttműködés, ezért is volt nem egy hete, két hete a felvételhez képest, például előválasztása 22. kerületben is, talán lesz még más kerületekben is, ezért támogatják Karácsony Gergőt, de ők azt gondolják, hogy érdemes mondjuk külön listával menniük az EP és a fővárosi listakampányban. Én ezzel nem értek egyet, és jobban örülnék, hogyha ők is teljesen ebben a szövetségnek a részei tudnának lenni, ebben a technikai értelemben is, de ők ezt a két listás dolgot szeretnék külön csinálni, ez az ő döntésük, mi ezt tiszteletben tartjuk. De nem is volt érdeklődés egyik fél iránt se? Ez a politikában mindenki beszélget folyamatosan mindenkivel, felmerülnek ötletek, együttműködési konstellációk és konstrukciók, de azok a folyamatok, amelyek ide vezettek a mai naphoz, azok a mostani helyzetet, ezt a hármas szövetséget állították elő. Még egyszer mondom, mi kezdettől azt mondjuk, hogy a köztársaságpárti erők teljes egységére volna talán a leginkább szükség, de hát még van 15 nap a választási ajánlás gyűjtésig, tehát lehet, hogy meggondolják magukat. Most így megütötte a fülemet egy mondat, hogy hát pont a Momentum egyik politikusa mondta az ATV-ben egy minapi nyilatkozatban, hogy keresték önöket egy másik együttműködés kapcsán. Ez mi volt ez a megkeresés pontosan? Ezek a tárgyalások a pártok között az elmúlt
szerintem egy másfél éve zajlanak. Azért ezt nem úgy kell elképzelni feltétlenül, hogy akkor hivatalos díszlevelet küldenek az embernek pecséttel és pártelnöki aláírással. Nyilván van ilyen is, vagy mondjuk e-mailes verziója ugyanennek, hanem telefonbeszélgetések vannak, kávézások, a folyosón, a tévében elkapják egymást a politikusok, eszmét cserélnek, felhívják egymást, és alakul egy ilyen tárgyalás. Nyilván voltak ilyen típusú együttműködések, de azért mi jeleztük a Momentumnak, ahogy ezt az előbb is említettem, hogy mi azt szeretnénk, hogyha itt egy széleskörű köztársaságpárti egység születne meg. Ők ugye nem teljesen e szerint a logika mentén gondolkoztak. Kiket akar az önök szövetsége megszólítani? Azt gondolom, nagyon széles választói réteget. Nyilván a klasszikus ellenzéki törzsszavazótól kezdve azokig, akik mondjuk picit lazábban kapcsolódnak a politikához, de alternatívát keresnek, akiket nagyon zavar az a fajta szociális igazságtalanság, ami ebben az országban zajlik, ahogy a kormány leépítette a szociális rendszereinket. Azok, akiknek fontos mondjuk a zöld városfejlesztés, akik élhető városokban szeretnének lakni, akiknek fontosak az emberi jogok, akiknek, ahogy ezt úgy szoktuk mondani, azokat is szeretnénk megszólítani, most egy picit ilyen a negatív oldalát nézve, akik egyszerre félnek a világ végétől, és egyszerre félnek a hó végétől. És most a világ vége alatt a klímaváltozás okozta kihívásokra gondolok itt. Nyilván pontosan tudjuk azt, hogy azok, akik mondjuk anyagi gondokkal küzdenek, megélhetési nehézségeik vannak, vagy egyébként mondjuk olyan munkát végeznek, ami nincs megfizetve, például az otthonápolás, ez ugye egy ilyen terület. Ők nem biztos, hogy tudnak azzal foglalkozni, vagy van energiájuk azzal foglalkozni, hogy mi lesz 10-20-30-40 év múlva. De azt gondolom, hogy nekünk ezekben mindenkit meg kell szólítanunk, és ezért is természetes politikailag ez a szövetség, ami kialakult. Ezért mondom én, hogy ez egy progresszív szövetség, mert tulajdonképpen a zöld gondolat, az kiterjeszti a szociáldemokráciát, egyfelől a jövő nemzedékeire is, hogy velük is szolidárisnak kell lennünk, és nem hagyhatunk olyan világot rájuk, ami megnehezíti az életüket. Másfelől kiterjeszti a zöld gondolat ezt a élővilágra, és azt mondja, hogy az embert nem lehet pusztán mondjuk úgy az élővilág csúcsaként tekinteni, hanem egy szélesebb ökoszisztéma részeként kell figyelnünk, egyszerre a civilizációja részeként, egyszerre pedig a természeti ökoszisztéma részeként. Ez jelent új szavazókat is, vagy a meglévő ellenzéki szavazókat akarják minél jobban magukhoz vonzani? Szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Tehát az nyilván nagyon fontos, hogy a meglévő ellenzéki szavazóknak, akik nyilván én is az vagyok, mint amikor nem politikus, hanem szavazó énemben vagyok, sok csalódást okozhattak az elmúlt 10 évek, hogy nem sikerült, illetve bizonyos részsikereket értünk el, mint például 2019 Budapestjén és néhány más magyarországi nagyvárosban. Tehát nyilván az ő megszólításuk és lelkesítésük nagyon fontos, hogy igen, van remény, sőt, mi félretettük a nézetkülönbségeinket és egy hosszú távú együttműködésbe kezdtünk. Ez nagyon fontos, ilyen még nem volt. És az is nagyon fontos, hogy azok a szavazók, akik eddig nem szavaztak a klasszikus ellenzéki pártokra, most azt tudják mondani, hogy ebben a nagyon zűrzavaros politikai mezőben, ami éppen most történik, olyan, mintha tényleg, mintha egy kuktalnak így elpattant volna a fedele. Tehát az egész ország hirtelen felfort, egy napról napra nagyon nehezen követhető események, váltogatják egymást, és picit azt is kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz számára visszanyalt a fagyi, mert bár azzal a stratégiai céllal hozták egybe a két választást, hogy az ellenzék szerepét megnehezítsék, amire szerintem mi jó válaszokat adunk, de én azt gondolom, ez nekik is nagyon megnehezítette az életüket. Tehát, hogy túl sok politikai konfliktus összpontosult, egyébként pont körülöttük, különösen a kegyelmi botrány, és azt ne felejtsük el, hogy azért itt kezdődött most a Fidesz mélyrepülése, szóval különösen a kegyelmi botrány óta, és azt gondolom, hogy ebben egy nagyon világos politikai álláspont, egy együttműködést képviselő álláspont, és egy jövőbeli kormányzó képességnek a felmutatása nagyon fontos. Harmadrészt azért azt is mondjuk, hogy itt a Fidesz legyőzése, tehát hogyha képesek vagyunk ezt a Fideszt ezen a választáson valamilyen értelemben legyőzni, akkor azt gondolom, hogy az ellenzék morálisan alkalmassá válik arra, hogy azt mondja, hogy a rendszer véglegesen megbukott, nem csak morálisan, hanem politikai értelemben is, és mondjuk előrehozott választásokat követeljen. De mit jelent ez, hogy valamilyen szinten legyőzni a Fideszt? Hát ez lehet mindenfajta eredményt úgy csűrni, csavarni, hogy azért kijöjjön a nekünk kedves állítás igazolása, miközben mondjuk ott lesznek a számok, hogy a Fidesz torony magasan megnyeri az EP mandátumoknak a többségét, és tudja azt mondani, hogy hát milyen válság van itt, mi vagyunk a legerősebbek. Hát nyilván ezért mondtam azt, hogy itt látni
látnunk kell, ezért kell győznünk, és ezért fontos, hogy minél többen elmenjünk. Az EP választás eredménye nyilván indikátor lesz, de én azt gondolom, hogy azért lesz egy általános közhangulat, és ugye nagyon fontos azt megint hangsúlyozni, hogy itt egy nagyon sokszínű választás zajlik, az egyéni önkormányzati képviselőktől a főpolgármester választáson át az Európai Uniós Parlamentig, és ebből az egészből azt gondolom, hogy ki fog rajzolódni egy politikai kép, és hogyha ez a kép azt sugallja, hogy a kormány, a Fidesz visszaszorulóban van, én azt nevezem majd győzelemnek. Szentpéteri Nagy Riárd a Népszavában írt egy hosszas dolgozatot nemrégiben, hát amit most így tömören összefoglalva úgy tudnék talán elmondani, hogy azzal vádolta önöket, vagy legalábbis kritikájának a főmondandója az volt, hogy az ellenzék az kiengedte a kezei közül a kegyelmi botrányt is hagyta szabadon folyni. És az embernek valóban van egy ilyen benyomása, azt gondolom. Mennyiben ért egyet ezzel az állítással? Én nem. A szubjektív élményével egyet értek, de az állításaival nem. Miért nem? A szubjektív élményét én egy ilyen politikai mozinézői attitűdnek érzékelem, aki nézi a híreket, nézi a mozit, a műsorokat, és azt érzékeli, hogy ez a téma lekerül a napirendről. Na de az, hogy ez az érzés, az nem biztos, hogy azért van, mert az ellenzéki pártok, vagy az ellenzék maga, amelyeként mit is jelent pontosan, hát van benne egy csomó párt, egy csomó különböző párt, vannak benne ellenzéki civilek, valójában folyamatosan beszélünk erről. Ha már a Kukta fedelének a lelőködését említette, hogy ilyen szép magyar szóval mondjam, ezt azért Magyar Péter lökte le, hogy az ő megjelenése mennyiben siettette, vagy mennyire siettette ennek a szövetségnek a megkötését? Én nem gondolom, hogy a Kukta fedelét Magyar Péter verte le, tehát én azt gondolom, hogy a kegyelmi botrány verte ki, vagy leplezte le a kormánynak a saját szemforgató, erkölcstelen és romlott hazugságait. És azt gondolom, hogy Magyar Péter egy ilyen nagyon klasszikus dramaturgiai pillanatra érzett rá, és ez elvitathatatlan. Nem tudom, hogy ismeri-e a Iszkulosz Perzsák című művét. Ez egy gyókori görög dráma, ami arról szól, hogy a görögök Athénban, mint nézők, nézik a nem tudom néhány évvel korábban lezajlott görög-perzsa háborúk eredményeként a Perzsiába, Xerxész udvarába hazatérő vert perzsa seregeket, akik arról beszélgetnek, hogy a görögök milyen nagyszerűek. És nyilván mindenki ott ült Athénban, a színház szélén, azt hiszem, hogy fokhagymát, úgy emlékszem, hogy az volt akkor a nasi, és azt nézték a színházban, hogy a perzsák arról beszélnek, hogy milyen menő arcok ezek a görögök. Tehát itt az van, hogy van egy hitelesítés. Van ennek egy ilyen ellentörténete, amikor akárhány éve mondjuk azt, hogy ez a rendszer romlott, ez borzalmas, korrupt, Rogán Antal kezében iszonyatos tuhatalom összpontosul, stb. És jön valaki a másik oldalról, aki elmondja ugyanezt. És ez egy hitelesítő elem. És úgy tűnik, hogy na akkor tényleg igazunk van. Ez ad egy ilyen lendületet. Úgyhogy ez nyilván egy nagyon erős pillanat. Ugyanakkor, hogy is mondjam, én azt is gondolom, hogy Magyar Péterrel egyáltalán nem vallok egy politikai értékrendszert azon túl, hogy egyikünk sem szeretné, hogy a Fidesz mostani rendszere fennmaradjon. Ez egy nagyon fontos egység, és ez akár lehetne is valamilyen nemzeti minimum alapja az egész országban, nagyon sok különböző ember között. De azt gondolom, hogy az az út, amit Magyar Péter politikailag képvisel, az nem feltétlenül az az út, vagy az a világlátás, amit egy progresszív, nyitott és zöld politikusnak képviselnie kell, ami sokszínű plurális demokráciában egyébként egyáltalán nem baj. Csak szerintem ezek nem pontosan ugyanott vannak ezek a történetek. De bocsánat, nem válaszolt a kérdésemre. Mennyiben sietette Magyar Péter megjelenése, hogy önök szövetségre lépjenek a DK-val és az MSZP-vel? Hát ugye a szövetség megkötése az egy folyamatban lévő tárgyalássorozat volt, hiszen már, ha emlékszik, pont aznap, amikor Novák Katalin lemondott, aznap Karácsony Gergővel mi csináltunk egy kampányindító programbemutató beszélgetést, és mi akkor is arról beszélgettünk, hogy a köztársaság pártérők egységére van szükség. Tehát ez nem annyira újdonság. Az, hogy ez a hosszú távú együttműködés is megszületett, az olyan szempontból elképzelhető, hogy része volt ezeknek a turbulens folyamatoknak, hogy amikor ennyire zűrzavaros a politika, akkor szerintem viszonylag egyértelmű, hogy a választók nem azt várják tőlünk, hogy az ellenzéki pártok azt méregessék, hogy kinek mekkora, és hogy egymást versenyeztessük, hanem egy világos, markáns állítást kérnek arra vonatkozóan, hogy akkor mi lesz az a másik alternatíva, amit a rendszerrel szemben ti mondani akartok, mert hogy itt látjuk, felsorakozott nagyon sok erő. Tehát ilyen értelemben szerintem igen. Ilyen értelemben lehet összefüggés. Ha jól értem, mint akkor lényegében
ez az egyeztetés már elindult, és mintha Magyar Péter megjelenése felgyorsította volna ezt a folyamatot. Hát ezt így utólag lehet így is narrálni. Igen, lehet így is narrálni, de én inkább azt gondolom, hogy maga nem Magyar Péter itt a kulcs szó, hanem az a bizalomvesztés a kormánnyal szemben, ami a kegyelmi botrányban megtörtént, és ami napvilágra került. Tehát azt itt pedofil bűnel követőknek ad kegyelmet a magát családbarátnak nevező kormány. És ez felzavarta az állóvizet. Tehát tényleg, mint amikor az ember nyáron a Balatonban így ugrabugrál, és az iszap így felkavarja a vizet, és most van egy ilyen nagyon turbulens, nagyon viharos időszak a magyar politikában, és egy ilyen időszakban szerintem azt mondani, hogy nekünk közösen nem csak rövid távú, hanem hosszú távú ajánlatunk is van Magyarországnak, az egy világos alternatíva, és biztos vagyok benne, hogy jóval több szavazótnak lesz így szimpatikus ez a fajta együttműködési kultúra, mintha ezek a pártok csak versengenének egymással. De ez nem Magyar Péter hihetetlen népszerűsége. Nem pont az önök hitelességi válságát jelzi? De egy nagyon eklatáns példa talán az az, hogy az influencerek összetudtak rántani egy 150 ezeres tüntetést, önök pedig tüntettek egy hét múlva, és hát század annyi ember volt ott a Kossuth téren. Értem, ez nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, ez a úgynevezett hitelességi kérdés. De akkor menjünk ebbe egy picit bele. Mit jelent ez a szó, hogy hitelesség? Ugye, hogy kezdjük azzal, hogy kire fognak az emberek, kire lehet szavazni a végén. Az influencer tüntetés szerintem fantasztikus, hogy megtörtént. Fantasztikus, hogy kiment 150 ezer ember a Hősök terére, és kiállt az áldozatok mellett, kiállt ezzel a bántalmazó állammal szemben. Szerintem ez nagyon fontos, és reménykeltő, mert valamennyünknek azt üzeni, hogy nem vagyunk egyedül. Na de utána az ott jelenlévők adományokat gyűjtöttek, amely egy nagyon-nagyon nemes cél, de nem léptek át a politika mezeire. Június 9-én pedig politikai szereplőkre, alkalmasint civil szervezetekre, de többnyire pártokra és politikusokra kell majd voksolni, mert az a helyzet, hogy június 9-e után elindul majd egy olyan szakmai munka, vagy folytatódik, inkább ezt mondom, mint a városaink vezetése, mint azoknak a projekteknek a továbbfejlesztése, mert az elmúlt 5 évben igyekeztünk bizonyítani. Mint hogy az Európai Unióban is nagyon komoly szakmai kihívások és politikai kihívások merülnek fel. Nagyon örülök, hogyha egy-egy influencernek vannak politikai ambíciói, na de azért a politikusság és a közigazgatás és annak bármilyen szintjén az intézmény vezetése és a működtetése az egy szakmai feladat. Tehát én a kettőt azért nem keverném össze egyáltalán. Na de hát azért valamilyen szintet erre rímel, hogy Tordai Bence felvételünk előző napján egy Facebook posztot tett közre, amiben közölte, hogy hát elmegy arra a tüntetésre, ami egyébként felvételünk időpontjában zajlik éppen Magyar Péter tüntetésére, mert úgy fogalmazott... Ez izgalmas, nem tudjuk, hogy... Tehát lehet, hogy most hülyeségeket beszélek én, Tordai... és azért nem tudjuk, hogy ott mi fog elhangozni. Nem gondolnám, hogy olyan... Igazából itt szerintem csak, idézőben csak az lesz, hogy számháború, hány ember fog kimenni. Na de a lényeg, tehát, hogy Tordai beszélgetésünk előtt, igen, egy nappal Tordai Bence azt írta Facebook oldalán, hogy az elmúlt időszakban Magyar Péter verte be a legtöbb szöget az Orbán rezsim készülő koporsójába. Tehát ez egy implicite, mint hogyha egy beismerés lenne, hogy Magyar Péter több szöget tudott beverni az Orbán rezsim koporsába 2 hónap alatt, mint mondjuk a Párbeszéd 10 év alatt. Nem, bocsánat, egyetemben a szövegben azt hangzott el, hogy az elmúlt időben. Tehát az elmúlt időben, és azt gondolom, hogy a szövegkörnyezetből az is világosan kiderül, hogy nem az elmúlt 10 évre gondol Tordai Bence, aki a Párbeszéd Zöldek frakció vezetője egyébként, hanem az elmúlt hetek eseményeire, az elmúlt hónapok eseményeire. Azt gondolom, hogy egy viszonylag, tehát az egy tagadhatatlan tény, hogy az elmúlt néhány hétben Magyar Péter így leuralta a médiát, ön is média munkatárs, bizonyára pontosan tisztában van vele, hogy van most egy nagy érdeklődés, egy Magyar nagy... Péter tüsszent egyet, és végigmegy a médiát. Igen, és akkor tulajdonképpen a címlapon csak ez van. Nemrég pont láttam valamelyik konkurens sajtóorgánum címlapján, hogy Johnny Depp is csak a 7. helyre tudott kerülni talán egy Magyar Péter cikksorozat. Tudom, ilyen van, vannak ilyen hype-ok, ez rendben van. De ez nem az, és ez nagyon fontos, hogy eljut
jutat, vagy emiatt akár eljut nagyon sok emberhez ennek a híre, és azt se felejtsük el, megint visszatérve a kegyelmi botrányra, hogy azért az ágyazott ennek meg, hogy hirtelen az egész országban a vasárnapi ebédlőasztaloknál is téma lett az, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott egy pedofil bűnelkövetőnek. Hirtelen az egész ország elkezdett erre figyelni, és nyilván ebben Magyar Péter felbukkanása egy ilyen hype-ot okozott. Na de erre önök nem tudtak felülni, és ez a két állítás, én úgy gondolom, nem zárja ki egymást, amit ön vitat. Mi szerint, hogy rövid idő alatt Magyar Péter többszöget tudott beverni ebbe a képzelbeli koporsóba, mint az ellenzék. Szerintem, értem, ezek szóképek, én pedig azt gondolom, hogy a valódi alternatíva és a valódi bizonyítás az, ami alternatívát tud jelenteni. Tehát az, hogy koporsót kell beverni a Fidesz, szögeket kell beverni a Fidesz koporsójába, az egy dolog. De azért tőlem mégiscsak azt kérdezik meg, amikor például itt szórólapozom a saját választókerületem utcáin, hogy na jó, de akkor mit fogtok csinálni? És a kettő, és akkor ezzel hadd válaszoljak. A kettő az nem egymás kizáró történet, van egy nagyon nagy Fidesz ellenesség, egy nagyon erős rendszer ellenesség, Magyar Péter ezzel foglalkozik, ez tök szuper, Tordai Bence is ezért írta, hogy kimegy, de egyébként ugyanebben a posztban leírta azt is, amit én mondtam, hogy ez sosem nem tudná elképzelni, hogy egy pártban legyen Magyar Péterre, hiszen annyira más a világlátásuk. Ez ugyanaz körülbelül, mint amit én önnek 10 perccel ezelőtt mondtam. Mennyire félnek Magyar Péter berobbanásától? Mert hát ebben azért mégiscsak talán valahol benne van az esélye, hogy jó pár ellenzéki pártot eltüntet. Nem Magyar Péter, hanem a nyomán jelentkező szavazatok. Értem, és azt is értem, hogy miért beszélgetünk együtt Magyar Péterről, de nem azzal foglalkozom, hogy félni kell-e Magyar Pétertől, vagy nem, hanem hogy milyen alternatívát tudunk nyújtani a választóknak. Ezért dolgozom itt Újbudán, ezért megyünk kopogtatni, ezért megyünk szórólapozni, és a pártelnöki megbeszéléseken is ugyanezért dolgozom, hogy mi legyen ennek a baloldali szövetségnek, vagy progresszív demokrata párt szövetségnek, hogyha úgy tetszik, mondjuk a munkája, az alternatívája a kampánya. Tehát szerintem nekünk erre kell most fókuszálnunk, és az nagyon szuper, persze, ha mindeközben minél többen csatlakoznak egy rendszerbontó ellenzéki mozgalom. Csak ugye hallottam olyan elemzői véleményt, hogy hát itt tulajdonképpen itt egy vérfürdő fog következni, mint hogyha ez egy ilyen vihar előtti csend lenne, nem? Hát, vagy már vihar van? Nézze, az elemzőknek az a dolga, hogy egyfelől elemezzenek, másfelől azt, amit elemezzenek, azt ne politológiai tankönyvszagúan, hanem picit szórakoztatóbb módon mondják el a különböző hírműsorokban. Én azt gondolom, hogy egy választás lesz. Egyébként egy nagyon súlyos választássorozat, nem csak Magyarországon csúsztak egybe, de azért ne felejtsük el, hogy az egész világon idén több mint 4 milliárd ember dönt. Köztük az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Indiában, Indiától Tajvanig, tehát nagyon sok helyen van szavazás. Ez azt jelenti, és ilyen nem lesz a 40-es évekig, mikor ennyi ember dönt, hogy ma a világ, vagy ebben az évben a világ eldönti, hogy merre szeretne a következő évtizedekben haladni. Ezt egy nagyon fontos pillanatnak élem meg, vagy az én fejemben ez van. És ez nyilván az egész világban amúgy is feszült geopolitikai helyzetben, recseg ropog nagyon sok helyzetben a rendszer, a geopolitikai rendszer, és a többi. És azt látjuk, hogy ennek vannak feszültségei, és a magyar belpolitika meg különösen feszültségekkel terhes. Tehát nekem úgy tűnik a szavaiban, mintha nem félnek, pedig nekem aztán úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben van, csak hát azért, itt van Magyar Péter. Nem, én azt nem mondtam, hogy minden a legnagyobb rendben van, de az, hogy nincs Magyarországon az a legnagyobb rendben, az a... Az volt a szavai világos, alapján. Világos, azért válaszolok. Azt gondolom, hogy az a mostani rendszernek a sajátosságaiból fakad, hogy nincs minden a legnagyobb rendben. Meg persze olyan sosincs, hogy minden rendben van. Tehát mindig lehet előre menni, javítani, fejleszteni. Hát csak, én úgy interpretáltam az ön szavait, hogy dolgoznak az Orbán rendszer leváltásán, és úgy tesznek, hogy a Magyar Péter nem is lenne tulajdonképpen, miközben azért önöket veszélyezteti talán a leginkább, mert fideszes szavazókat nem tud elhozni. Na de hát ön, szerintem egyébként mindenkit el lehet hozni, hogyha el tudjuk juttatni az üzeneteinket, ami nyilván nem könnyű, ebben önnek nagyon-nagyon igaza van. Na de ebben a helyzetben akár csak kommunikációsan nézzük, de politikailag is. Miért kellene nekünk azzal foglalkozni, hogy Magyar Péter mit csinál, amelyik itt kommunikációsan arról szól, hogy róla beszélünk, és ez ugyanígy igaz Orbán Viktorra, hogy miért kéne mindig Orbán Viktorról beszélni, amit úgy erősíti kommunikációsan, ahelyett, hogy arról beszélgetnénk, hogy itt létezik egy olyan baloldali szövetség, egy olyan progresszív, nyitott és zöld pártszövetség, ami a mostani elnyomó autoritár rezsimmel szemben egy kormányzóképes alternatívát kezdett el most építeni hosszú távon.
Szerintem nekünk erről kell beszélni. Mert ez az a valami, amiért, amihez lehet csatlakozni. Ha mindig csak valami ellen megyünk, abból az a helyzet, hogy nem születik olyan kormányzóképes alternatíva, ami utána vezetni is tudja az országot, az állami intézményeket, vagy az önkormányzatokat. Igen, ugye rendre visszatérő kritika a baloldali pártokkal, meg a baloldali nyilvánossággal, hogy mindig Orbán Viktor az igazítja a tematikáját, és nem áll elő saját, úgymond, topikokkal. Ezt a vonalat akarják önök, vagy ezt a gondolkodást akarják meghaladni? De hát egyfelől szeretném meghaladni, másfelől azt gondolom, hogy el is kezdtük meghaladni. Hadd mondjam, ez tényleg nekem nagyon fontos téma, az LMBTQI közösség ügye, amely közösséghez Magyarországon 500 ezer ember tartozik körülbelül. Mi azért kezdtünk el erről beszélgetni, nem azért, hogy folyamatosan arról beszélgessünk, hogy Orbán Viktor milyen rosszat tesz ennek a közösségnek. Nyilván ez elkerülhetetlen a mai magyar közéletben, vagy a közvélekedésben, és a mai magyar jogrendszerben, de hogy reményt adjunk, hogy lehet ezekről a kérdésekről beszélgetni, hogy mutassuk, hogy van alternatíva, és azt nekünk folyamatosan újra és újra el kell mondani. Beadjuk a szivárványcsomagot, az igazságügyi bizottság leszavazza. Oké, abba hagyjuk, nem hagyjuk, abba folytatjuk. Mert ez viszi majd át egy idő után, ezek a kérdések viszik át ezt, és ugyanígy igaz, ez szociális ügyekre, zöld kérdésekre, városfejlesztési ügyekre, azt, hogy van, hogy ez a pártszövetség akar is valamit. És ez nyilván egy hosszú folyamat, és abban, most akkor hadd legyek én is egy nagyon picit pikírt, az a helyzet, hogy ezt az nehezíti ám nagyon meg, és ezt én nem felróval mondom, hanem csak leíróan, hogy a média ugye kattintásokból él, nyilván olvasottságból. Na de hogyha mi harmadjára is elmondjuk ugyanazt a szakpolitikai javaslatot, akkor nem biztos, hogy ezt megírja az újság, nem biztos, hogy lehozza a sajtótájékoztató. Tehát a pártok, amelyek nem áll rendelkezésére, és ez nem is baj feltétlenül, az a sok 10 milliárd forint, ami a kormányzati propaganda gépezet számára van, nyilván adaptálódnia kell ezekhez a körülményekhez. Tehát ha mindig ugyanazt mondjuk, akkor nem jelenik meg. Ha mindig más mondunk, azt mondják, hogy miért nem tartunk ki egy téma mellett. Na most ez a van sapka, nincs sapka helyzet, nyilván ebben kell valahogy úgy lavírozni, egy kampányidőszakban a hirdetésekkel bánni, hogy el tudjunk mondani egy fontos és világos történetet, egy nyitottabb, zöldebb és progresszívebb társadalomról, valamennyi szakpolitikát is el tudjunk mondani, de közben érdekesek is tudjunk maradni. Én azt gondolom, hogy egyébként az együttműködés az egy nagyon fontos állítás most ebben. Barabás Liát, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.